egy jelentős nemzetközi projektet nyert el, és hajtott végre 2 év alatt a társaság, hiszen egy 1,2 millió eurós közös pályázat révén 7 ország mérhette föl a kulturális örökségünknek, a védelmének a fontosságát. Hogy jött ez a lehetőség? Hát ugye ez még annak idején úgy indult, hogy magát a projektet azt még annak idején a regionális fejlesztési ügynökség kollégái dolgozták ki, viszont ugye a szervezetnek a megszűnésével, átalakulásával együtt gyakorlatilag a projekt új gazdát keresett. Mi meg ugye pont az erősödő horvát kapcsolatainkkal és az Európai Uniós támogatások iránti érdeklődésünknek kapcsán, akkor gyakorlatilag fölvállaltuk ennek a projektnek a vitelét, és hát 2017. január 1-én kezdtük el ennek a megvalósítását. Gyakorlatilag most jutottunk el abba a fázisba, hogy a projektnek az első időszaka, ez is ugye ez egy 2 éves időszak volt, lezárult. Gyakorlatilag itt a pályázatban, a projektben lévő szereplők megismerték egymásnak a tevékenységét, egymásnak a működését, egymásnak a tapasztalatokat átadták, illetve elkészültek azok az akciótervek az egyes térségben, amiket egyébként egyeztettünk is egymással, amiken keresztül megpróbáljuk Európában fel lehető jó gyakorlatokat átvenni, és lehetőség szerint itt a mi térségünkben is alkalmazni. Ennek a közös munkának a során mennyire volt partnerség, és mennyire lehetett esetleg rivalizálást érezni, hiszen mondjuk Dubrovnik, mint turisztikai célpont lehet, hogy valahol valamilyen szinten rivális a Pécsnek. Hát ugye úgy nézett ki ez a dolog, hogy ezek az európai, ezek az Interreg Európos pályázatok egyébként törekednek arra, hogy Európa eltérő térségeiből, de hasonló adottságú térségeiből hozzanak partnerséget. Nekünk egyébként Horvátországban Šibenik volt a partnerünk, az is eléggé ugye világörökségi zónás belvárossal rendelkezik, de ugyanígy volt svéd, volt Jászvásár Romániába, Spanyolországba, Olaszországban hasonló térség. Azt is nem is éreztük mi, hogy rivalizálnánk egymással, ami nagyon jó és pozitív, hogy tényleg ezek a szereplők is abban érdekeltek, hogy egymástól tanuljanak, hiszen az a turista, aki nem tudom én a Olaszországba akar menni nyaralni, ő vélhetőleg nem is ellenfele a pécsi turizmusnak. Nyilván itt mást keresnek a turisták. Egyébként egy kérdőívet egy 1000 fős mintával mi is elkészítettünk, amivel pont azt vizsgáltuk, hogy mit keresnek a turisták a mi közvetlen környezetünkben, az itteni világörökségi helyszíneken. És hát abból is nagyon sok tanulság látszott. Reméljük, hogy ezeket majd a későbbi ilyen intézményfejlesztésekben, meg projektfejlesztésekben majd föl fogjuk tudni használni. Úgyhogy én összességében azt mondanám, hogy inkább egy nagyon jó partnerséget tudtunk kialakítani, ami hát nagyon bízunk benne, hogy még hosszú távon is együttműködésekként tovább fog élni majd a projekt életciklusát követően is. Mit tudtunk mi tanulni pécsiek, és mit tanultak tőlünk a többiek? Hát ezért viszonylag hosszabb időt igényelne, hogy mindent elmondjak, de én azt gondolom, hogy az együttműködést, az, hogy más térségekben hogyan és miként fognak, nyúlnak hozzá ezekhez a kulturális örökségi helyszínekhez, és ugye nagyon sok olyan térség volt ebbe a projektben benne, akik szintén világörökségi zónákkal rendelkeznek, amik ugye mindig különleges bánásmódot igényelnek, ugye nagyon speciálisak, pont azért is kapják meg ezt a címet, mert egyediek a világban. Úgyhogy ezekre kaptunk nagyon jó ötleteket, hát meglátjuk, hogy ezekből mennyit tudunk majd ténylegesen hasznosítani. Említette, hogy ez a projekt lezárulásával alapja lehet újabb pályázati lehetőségeknek, újabb pályázati forrásokhoz jutásoknak. Mennyire készek a tervek erre? Hát nem csak, hogy tervek vannak, hanem már konkrétumok is. Mi az idei nyáron elkezdtünk egy új projektnek a kidolgozását. Szintén egy Interreg Európos pályázat volt, ezt 8 másik térséggel együtt, egyébként más európai területi társaságokkal közösen is készítettük el, és hát ennek a munkának az eredménye majd jövő első fél évben fog meglátszani, mert akkor lesz döntés erről a pályázatról. Ez egy 1,3 millió eurós pályázat lesz, ahol vezető partnerként teljesen mi készítettük a pályázati anyagot. Most azzal próbálnánk itt a térségnek a segítségére lenni, hogy megpróbálnánk ezt a kis és középvállalati szektor határon átnyúló kereskedelmi gyakorlatát, működését valamilyen módon nem tudom én elősegíteni, leginkább egyébként ezeken a partnereknek a jó gyakorlatainak a bemutatásán keresztül, és ezt valamilyen módon itt a térség hasznára is fordítani.